Sziasztok! Itt vagyunk ismét a Rex Turics következő, nem részében, hanem egy következő Rex Turicsisbe. Azzal a különbséggel, hogy Lemon egy sellő. Tehát nem csak a neve Lemon sellő, hanem ő tényleg egy sellő. Ugyanis betettem egy módot, amitől ő sellő lesz, és így kell neki boldogulnia. Mint látjátok, itt a nullára redukáltam ugye a pénzét. Gondolkoztam, hogy külön sellős részt csináljak, vagy nem, de úgy döntöttem, hogy ezt így egyben, mert mind a kettőt nagyon szeretem, a sellősöt és a Rex Turicsizet is. Ugye az előző, az évszakévi ő meghalt. Neki nagyon kell vigyáznunk arra, hogy szerintem hidratáltak legyünk, de lehet, hogy neki még a hidratáltság nem most kell, hanem van ilyen, másfajta sellőset tettem be, vagyis hát mind a kettő benne van, mind a két mód, de ez kifejezetten a... Halljátok a víz csobogást? Hát még itt víz van, azért csobogvájátok. Hát igen, itt víz van. Na. Aha. Jó. Brindenton Bay-ben vagyunk, gondolom ezt felismertétek. Aki játszik vele, az nyilván már tudja, hogy ő... Na és akkor ő még lehet nem sellő, mert kell hozzá könyveket kell olvasnia, és akkor ezáltal majd fog erősödni az az énje. Azért csináltam sellőset meg Rex Turicsizet egybe, mert mivel még indul sorozatom, azért úgy döntöttem, hogy ezt egybe teszem, így egy sorozat lesz. Illetve lesz még kettő ezen kívül, ami indul, és akkor tényleg azt most így jó darabig nem is csinálok más, csak ezeket. Na nézzük, mit sikerült összeszedni. Ja, és neki egy padon kell, ha jól tudom. Ó, három darabot. Nem néz, most eladjuk. 210 színvonalon. De jó, 210 színvonalonja van. Mit csinálsz amúgy? Énekelsz, jó énekelje. Jó, mindjárt körbenézek, hogy van-e valami. Mármint, hogy hol is vártok, hol is vagyunk mi pontosan most? Aha. Itt a lakása. Ja, igen, és közben el fogom költöztetni, mert a szabály szerint, ennek után néztem, 20-szor a legkisebb telket vehetem meg. És ez nem a legkisebb telek, úgyhogy mindjárt keresek egy nagyon kicsi telket. Nem, de legalább begyűjtöttük innen, ami kell. Egyébként jól néz ki ez a rész. Sajnálom, hogy el kell menni, de ez van. Szabály, ez szabály. Na, igen. Szerintem 30x20-as van, és... 30x20-as, 30x20-as. Hát, szerintem... Na, ez a 20x20-as. Csak itt van a ház, de mondjuk ezt le lehet bontani. Na, ugye megnézem, mert... azt hiszem Newcrest-be van a legkisebb telek, a 20x15-ös. Itt is 20x15-ös szerintem. Máshol nincs is, mindjárt megnézegetem. Itt is van egy 20-szor. Na gyere akkor most ide. És ide. Akkor bocsánat, akkor nem Brindenton Bay-be fog lenni, hanem itt. Na. Akkor most eljöttünk. Akkor most itt fogunk lakni. Nem akartam St. Gerville-be vinni, mert nekem az a hely nem tetszik. Itt már voltunk, itt már tudom, hogy... Bár ezt a részt annyira nem ismerem, de... Ugye megnézzük, hogy... Ja igen, és akkor kézzétek, ez így tök jó. Ő így. Most énekel éppen. Le is fotózom. Thank you.
Imádom. Egész ügyesen tud énekelni. Na nézzük csak, hogy is vagyunk most. Aha. Ásd ki. Fú, egy kicsit azért déjà vu érzetem lett, mert erre itt valahol a környéken volt a... Nem itt volt egyébként, a Newcastle-ben volt a őrült tudóstány, és hát ugye ő nagyon hasonlít rá. Nem véletlen. Mert... Na, mit találtam? Még egyet. Nem baj, ezt is eladjuk. 780, és akkor elmegyünk a házhoz. És elméleti... Ja igen, és egy padon. Keresünk egy padot. Aludnia kell a padon. De hol van itt egy pad? Ezen tud aludni? Nem, erre csak ülni tud. Ó, mit találtam? Keresem béket. Jó, hát akkor... Ó, itt van pad. Jó, akkor itt majd szundítson. Ha jól emlékszem, a szabály szerint... Jó, ezt az inventory-t. Hogy kétszer kell, vagy egyszer, vagy kétszer kell. De talán kétszer kell aludnia. Megnézem. Tehát a padon kétszer kell aludnia. Csak van egy angol oldalam, meg van egy magyar lefordított oldalam. Nem, mind a kettő angol. Jó. Ó, egy békuci. Igen, és beállítottam neki ezt, mert szerintem ez sokkal hamarabb el fogja tudni. Ja, igen, hát persze, hogy... De most akartunk pont venni. Na, még egyszer szundítsál csak. Na, úgyis. Igen, és egyébként a Rex Turicsészben azt néztem, hogy kaphat munkát, tehát lehet munkája is neki, hogyha már van egy háza. Egy 250 szimoleonos háza kéne, hogy legyen. És hogyha az megvan, akkor már lehet. Amit én nem tudtam, de ezt... Vagy nem figyeltem, nyilván valószínű. Itt mi van? Ha, ide át tud jönni egyébként? Tényleg itt van egy híd. De ezt a környéket nem ismerem. Jaj, nem lehet. Ó, pedig annyira jó lett volna, de jó lett volna. Szüreteld le, és ást ki. Hol vagy? Hol vagy? Ó, itt is lett volna. Akkor ezt is leszüreteljük. Hát igen, ugye ez még az első részek erről szólnak, és egyébként hasonló házat szeretnék, mivel ő egy sellő, amiben ugye nyilván van medence, tehát mindenképpen medencés házat szeretnék majd neki csinálni, illetve venni is. Beszélgetnie kell valakivel, na majd mindjárt beszélgetsz valakivel, mert már nappal van, reggel van, úgyhogy most már vannak itten szimek, és tudsz velük beszélgetni, csak még itt láttam egy kis betakarítani valót. Meg ott. Aha. Hát szerintem... Na még itt. Addig, amíg... Mert aztán nem lesz. Még tudsz beszélgetni közben. Na, pont nézd, csak itt van itt egy emberke. Akinek nincsen ruhája, aki egy szál bugyiba van itten. Imen. Iman. Jó. Ültetni akar, meg mosógépet. Hát azt még messze nem fogunk venni mosógépet. Mit szeretne ebbe? Játszani. Ó, szup, simán. Remélem nem ment el, mire ide ért. Olyan szép a szívem. Ez nem bugyi, ez egy ilyen...
De jó. Neki van ilyen hangja. Paparazzi, ó, de jó. Nem, és nem akar közben valaki valamit itten főzöcskézni? Egész véletlenül. Ja igen, azt akartam megnézni, mert nem emlékszek rá, hogy nem-e vegetáriánus. Nem, természetjáró, szerencsélető, gyűjtögető és hableány. Jó. Ó, tud majd ültetni, ez micsoda? Hagyma, gombát, virágot. Ez 29 szimoleon, ez 16, ez 1, ezt nem kell akkor, igen, 6. A békát ezt meghagyom, mert azt majd kell. És fogja magát, és így elmegy magától. Na mit csinálsz, Vislit? Na majd kiderül. Mondhatom én neked, hogy mit csinálj, ez mi? Vadon termő hagyma. És akkor ezeket meghagyom, oroszlán szájt, ezt nem ezt a hármat majd elültetem, a rózsákat. Igen, ilyen csobogó hangja van, nem tudom ti mennyire halljátok, de... Igen, majd egy hűtőt se ártana neki venni. Most egy kicsit másképpen szeretném, mint ahogy csináltam Hát nyilván sátrat kell, tehát az előző részben nyilván az nem tudok mit csinálni, mert sátrat kell először is. Utána kell majd a házakat építeni, hogy ugye most jelenleg ősz van, úgyhogy nem sokat tél lesz, hát nem most azonnal, még egy pár nap múlva lesz. Hát nem is tudom, ugye megnézem, de 1, 2, 3, 4, hát jó, hát majd egy hét még, de viszont majd havazás mutat, hát jó. Mi jön ki a torkából? Ja igen, ilyen különböző effektek, azokat majd látni fogtok, de ezt így nem tudom hova tenni. Ezzel a móddal még nem játszottam, tehát fogalmam sincs, hogy miket fog majd produkálni. Meg hogy kell, még ezt se tudom. Annyit tudok, hogy meg kell vennem majd egy kutat, ami... Hú, az is nem egy olcsó egyébként. Ó, itt milyen színű a haja? De jó, ilyen zöld. Erika. Ah, te meg idős vagy, de Carmen. Na mindegy. Jó, és akkor... Ugye itt a lakása. Gyere, mert jött üdvözölni a környéken. És barátságos bemutatkozás. Nagyon barátságosak leszünk. De azért teszünk ide valamit. Valami sátorféleséget, vagy valamit. Nem sok, majd még 1000 szimoleonunk sincsen. Éppen. 5000 szimola, ez a varázskút, ezt kell megvenni. Fú. Hát nem olcsó. Na de én most ezt úgy fogom, hogy csomagok is. És ezt mondja, hogy kültéri. Ez a legegyszerűbb. Én így tudom a legegyszerűbben megtalálni, és akkor... Hát, fú. 4-20. Kiveszek egy hát rózsaszint, hát lány. És egy tusoló az mindenképpen kell. Jó, és még akkor veszek egy ilyet, mert ebből ingyen tud enni. Csak nem ezt a színűt. Mondjuk egy ilyet. Na. És igen, bocsánat, ez
Egerem az folyamatosan vacakol. Úgy bocsánat. Jó, hát kellőképpen. Ja igen, házbaállítás. Mindenképpen legyen jó talaj. Otthonos. Zenészeket, csiszolnak, tudást, törpék, megjavítják a törpék. Legyen ilyen, majd jogáztatjuk egy kicsit, mert már régen jogáztattam úgyis a sellőimet, vagy a pontosabban a szíveimet. Ó, itt is lesz majd betakarítani való, de jó, egyre több. Sincs ma. 7 szimoleon maradt, itt és a perc alatt így elcsesztük. És mi megy utána? Ilyen csillámpor. Várjátok már ez ilyenkor, vagy kezd kiszáradni? Mixu. Ja, brat? Nips. Batanabe. Abimo Yaf. Shupaza. Gorbanehi. Swivim. Heh. Na. Shafle. Zongzo. Spubani. Jarl. Na ennyi. És esik az Lemila. eső. Amit vajon köszönöm szereti, hát elvégre. Ilyen a szemei. Vajon. Nézze a felhőket. Ja, így le tud feküdni, és így. Játszon az esőbe. Hát de ő nem szereti. Nem szereti elvégre olyan szín. Jó kis zuhé kerekedett. Ez a játszás. Ó, nagyon félek, hogy nagy beleüssön a villám. De hát szereti, hát ő szereti az esőt. Nagyszerű időz esőre, hogy nagyszerű. Nem tudom, hogy ez a nyakán, ez... de várjatok már, mi van itt? Látjátok, ez a... ez itt. Gyere, zuhanyozzál csak le. Megnézem, hogy utána is így van-e. Ugyanúgy itt van a nyakába. Hol van a szívem? Hol van? Aha. De mit akarsz ott lazítani?
Gyere játszaj, tehát te végül is. Neked nem kell, te virod az esőt. Csak beléd ne csapjon a villám. Fú, majd meg is fogom venni azt a trétet neki. Nyilván még az nincs meg. Jó, és ha már itt vagy, akkor ültethetsz is. De szépen látszik a vizeket. Tök jó. Jó, és akkor egy, kettő, három. Gyere, ültesd el utána. Petya a sátorba. Énye, benye. Hát jó van. Na, azért is lesz. Majd összehozlak valakivel, de hát ezt már szerintem a következő részre fogom hagyni, mert tessék, nem kell meglocsolni. Mert hogy ez egy úgymond csak az első rész, ez ilyen bemutatkozó. Itt a lakásban van ez a sípolás, nem a játékban. Hát ilyenkor mindig a frász kerülget. Jó, hát valakivel majd megismertetem. De... azt ott eszembe, lehet, hogy elviszem. Mondjuk még most... vakációztatni nem tudom, mindjárt elviszem valahova, hogy másik városba, hogy ne itt. Ugye most itt vagyunk a Fűzfa völgyébe, és elviszem akkor másfele, hogy ne essen az eső. Na, pool party! Igen, itt még jó idő van. Na gyere csak addig gyorsan a környéken, szüretted le, amíg jó idő van mindent. Ásd ki! Azt mondja, hogy... ó, itt is van. Na. Szüreted le, de micsoda az... jaj, ez kizanté, nem kell, hogy nézed, minek néznéd. Jó kis szél van itten, amúgy. Bocsi, de én így gyorsabban tudom. Keressem békát. Oké, itt nincs. Ah, itt van. Jó. És még itt is van. És lehet, hogy meg fogom neki venni ugye olyan, azt a trétet mindenképpen, hogy a villám ne csapja meg. Meg van tám valami olyasmi, hogy a nap se égjen le, vagy... ezt ugye megnézem. De hát még nyilván az egyiket vegyük meg. De mindjárt megnézem. Tehát van olyan, hogy bírja. Aha, hogy ne melegedjen ki. Na, ez jó, ez is jó. Ez a hideg, a meleg, mind a kettő, illetve hát, hogy ne legyen vizes. Ez is jó, ez is... ó, van itt, hú, mennyi, sok lesz, sok lesz. Sok lesz, úgyhogy hajrá, hajrá, kis csillag. Gyűjtögesse. És nem ebbe van, hogy nem, még nem ilyen, még csak gyűjtenünk kell békát, kristályt, meg fosszíliát. Jól van. Gyűjtsél. És ha készen voltál, akkor gyere, és ússzál köröket, ha már itt vagy, és akkor valakivel meg fogom majd ismertetni. Persze nem gyerekekkel. Ugye? Mert most csak azt látjuk a gyerekeket. És akkor lesz egyepetyi parti a sátorba. Mennyit ér? 50-et. 25-öt. Hát, ez nem.
Jó kis szél van itt a sivatagba. Ja, és meglátjátok, hogy tettem neki úszonyt. Még nem hableány, nyilván. És már azt is kitaláltam, hogy hova fogom tenni azt a... Igen, látjátok, látjátok itt a... Tettem neki ilyen uszonyt. Ez a fürdőruhája neki. Jó. Jó, nem látom, mindig valami bezavar. Hát nem igaz. Mint hal a vízbe, fogadjunk, az van. Feeling fish, igen. Nagyon gyorsan úszik, mint a villám. Na, majd teszünk ide lehet valaki jó kis szimeket is. De most tök mindegy, kivel egyepetjél. De még azon kicsit gondolkozom, hol vagy? Nagy, olyan gyors, hogy nem bírom követni. Na végre valaki nálunk itt abbahagyta a porszívózást. Ó, hát téged ismerünk, te Gót vagy, Mortimer Gót. Neked van feleséged. Jó, akkor maradunk itt. És akkor innen fogjuk folytatni. Ezt a részt itt hagyom abba. Köszönöm szépen, hogyha ezt a videót megnéztétek. Ha tetszett, nyomjatok egy lájkot. Iratkozzatok fel a csatornámra. És akkor találkozunk a következő résznél. Sziasztok!